Új csarnok az ipari parkban, együttműködési megállapodás, zöld kérdőív. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 10-én 18 óra 5 perckor. Egy GINOP pályázat keretén belül a Karcagi Ipari Park 1 milliárd forintot pályázott meg 69% támogatási intenzitással az 1300 négyzetméteres gyártócsarnokot, illetve 3700 négyzetméteres raktárcsarnokot építenek a szükséges közművekkel, tűzi víztárolóval. A beruházás azért nagyon fontos, mert az Ökopark ipari parkban olyan üzemet hoznak létre, amely újrahasznosítja azokat az anyagokat, amelyek korábban már felhasználásra kerültek, és az elektronikai hulladékhasznosítóban vagy máshol lebontásra kerültek. Ez a beruházás azért nagyon fontos, mert az Ökoparknak nevezett ipari parki területben olyan üzemet hozunk létre, amely újrahasznosítja azokat az anyagokat, amik korábban már felhasználásra kerültek, és az elektronikai hulladék hasznosítóban vagy máshol lebontásra kerültek. Ami érdekes, és majd a későbbiekben az üzem kapcsán el tudom mondani, hogy az ott elkészült anyagok ismételten újrahasznosíthatóak. Az üzem állapota ott tart, hogy november 30-áig átadásra kerül. Ez annyit jelent, hogy az épület és az ingatlanok fejlesztése megvalósul. Emellett az Ipari és Fejlesztési Minisztériummal van egy megállapodásunk, hogy 442 millió forint értékben a Purhab feldolgozó gépeket, gépsorokat megvásároljuk, melyre támogatást 50%-ban, azaz 221 millió forint értékben már megkaptuk a minisztériumtól. Ezeket a gépeket szintén november 30-ig beszerezzük, megvásároljuk, egy gépforgalmazó cég ezt be fogja építeni, az üzemelést, a próbaüzemet megtartják, úgy már, hogy majd a mi embereink is ott lesznek januárban, amikor ezek a gépek egy hónapos próbaüzem után átadásra kerülnek. A végleges üzem, és most az ipari park részéről áttértem az elektronikai purpur hulladék feldolgozóra, olyan termékeket fog előállítani, amely jelenleg Magyarországon nincs. A korábbi műanyag hulladékokat már hasznosítják, de olyan formában, hogy azt homokkal keverik, és ezzel egy közel betonnal azonos súlyú és minőségű terméket állítanak elő. A tulajdonos társ az Epur Kft.-ben, a Holofon Zrt. Olyan innovatív fejlesztést valósított meg, amely alapján a homokot az itt kikerülő a hűtőszekrény ajtóból kikerülő purpur felhasználásával és mezőgazdasági fólia adagolásával stabilabbá tesszük, kevésbé lesz törékeny, és súlya lényegesen kevesebb lesz, mint a másfajta technológiával megvalósított elemeknél. Hogy milyen elemeket kívánunk gyártani, járdaszegélyeket, csapadékvíz elvezető patkákat, ahol a patkában kialakított belső csapadékvíz elvezető van,
kerítés léceket, kerítés oszlopokat, stékpallókat, állattartó telepekre különféle padozatokat és egyéb igényelt anyagokat tudunk gyártani, amely lényegesen nagyobb szilárdsággal rendelkezik, mint a jelenleg használt műanyagok, és amit említettem, ezek ugyan ebben az üzemben újra felhasznosíthatóak, ha majd 20-25 év múlva elhasználódnak. Az Ipari és Fejlesztési Minisztériummal van egy megállapodásuk. 442 millió forint értékben 50%-os támogatással a Purhab feldolgozó gépeket, gépsorokat vásároltak. Tanárképzési együttműködési keret megállapodást kötött a Karcagi Református Egyházközség által fenntartott Karcagi Nagykun Református Gimnáziummal a Debreceni Egyetem tanárképzési központja. A megállapodás alapján az egyetem pedagógus képzésben részvevő hallgatói a Karcagi Gimnáziumban is teljesíthetik mostantól a képzés részét képező összefüggő tanítási gyakorlatot. A megállapodás nagy tiszteletű Koncz Tibor elnöklelkész és dr. Forisek Péter tanárképzési főigazgató írták alá. Tóth Barna igazgató elmondta, az aláírt dokumentum méltó módon illeszkedik egy több évszázados természetes alapokon nyugvó kapcsolati rendszerhez, ugyanis az iskola címerében található 1676-os alapítási évszám arra az eseményre utal, amikor az akkori karcagi atyafiak éppen Debrecenből kértek rektort az indítani kívánt iskolához. Az évszázados protestáns gyökerek és a kelvinista értékrend a mai napig alapja az értékteremtő tevékenységrendszernek, amelyet akár Debrecenben, akár Karcagon, akár a fiatalok képzése, akár a város vezetése terén. A gimnázium pedagógusainak 57%-a a Debreceni Egyetemen végzett, a diákok 58%-a folytatja ott tanulmányait. Ezek az adatok is alátámasztják a most megkötött keretmegállapodás létjogosultságát, hangsúlyozta az igazgató. Fontos a város számára is, hogy fiatal pályakezdő értelmiségi, okos, képzett, felkészült fiatal emberek kerüljenek ide, alapítsanak családot, telepedjenek le, és lehetőség szerint legyenek meghatározói Karcag következő évtizedeinek. Én nagyon örülök neki, hogy létrejött ez a megállapodás, hiszen valóban azt jelenti, hogy a gimnáziumban olyan fiatal, pályakezdés előtt álló középiskolai tanárokat tudunk fogadni, akik valószínűleg a város életére is meghatározóak lesznek. Amikor végig sétálunk itt a folyosón, és megnézzük a tablókat, akkor olyan tanárok portréival találkozhatunk, akik nem csak az iskola életében, hanem a város életében is meghatározóak voltak. És hogyha van időnk végigmenni ezeken a tablókon, akkor látjuk, hogy többségük nagyon fiatalon került ide a gimnáziumba, és került ide a városba, kapcsolódott be az iskola és a város életébe is, és itt élték le utána egész életüket, meghatározó szerepet betöltve különböző pozíciókban. Tehát nagyon fontos a város számára is az, hogy fiatal, pályakezdő, értelmiségi, okos, képzett, felkészült fiatal emberek kerüljenek ide, alapítsanak családot, telepedjenek le lehetőség szerint itt a városba, és legyenek meghatározói a város következő évtizedeinek, meghatározó személyiségei a város életének. Igen, hallottuk a bevezetőkben, hogy nagyon sokan kerülnek a karcagi középiskolából a Debreceni Egyetemre. Én bízom abban, hogy még többen fognak ezzel együtt, hiszen meghozzák a kedvet is az itt tanulóknak. Természetesen ezek a vezető fiatal emberek, akik majd ide jönnek, úgyhogy bízom abban, hogy igen, hosszú távú, meghatározó és nagyon gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat. A Debreceni Egyetem az ország legszélesebb képzési palettáját nyújtó intézmény. Mindent lehet tanulni az agrártudományokban, kezdve a zenetudományokig bezárólag. 14 karuk kínál több tucat alapszakot, mesterszakokat és egyéb képzéseket akár a tehetséges karcagi református gimnáziumi diákok számára is. Debreceni Egyetemen nappali és levelező tagozaton évente körülbelül 200 hallgató végez tanárszakos gyakorlatot. Ők azok, akik már a
rendes egyetemi tanulmányaikat befejezték, tehát már a szakos tanulmányokkal végeztek, és egy gyakorló helyen a tanári mesterséget ismerik meg tapasztalt mentortanárok révén. A Karcagi Gimnázium az egyetem egyik fontos partnere, mint ugye elhangzott az aláírásnál is. Az iskola hallgatóinak egy jelentős része a Debrecen Egyetemen tanul tovább. Tanárszakon is több olyan hallgatónk van, aki Karcagon végzett. Ez a megállapodás az ő számukra nyújt lehetőséget arra, hogy más iskolák mellett, debreceni vagy környékbeli iskolák mellett, akár itt ebben az iskolában is gyakorolhassanak, és itt szerezzék meg a tanári mesterségnek azokat a kompetenciáit, amelyet az iskola kiválóan felkészült tanári kara biztosított a számukra. Azt szoktuk mondani, hogy amit nálunk nem lehet tanulni, az nincs is szinte. A Debrecen Egyetem az ország legszélesebb képzési palettáját nyújtó intézmény. A had- és rendészettudományon belül is vannak olyan tudományok, amiket tanítunk az egyetemen, de ez sajátosan a Nemzeti Közszolgálat Egyetemnek a portfóliója. Ezen kívül Debrecenben mindent lehet tanulni, agrártudományoktól kezdve a zenetudományokig bezárulok, tehát A-tól Z-ig mindent. 14 karunk kínál több tucat alapszakot, osztatlan szakokat, mesterszakokat és egyéb képzéseket a hallgatók számára. Ezek úgy az egyetem felvételi oldalán lehet tájékozódni. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes arról szólt, hogy az elmúlt 13 évben, amióta egyházi fenntartású lett újra az intézmény, az volt a nagy álmuk, hogy eljussanak oda, hogy egy szellemi műhely, központ alakuljon itt ki. Egy visszajelzést szerettünk volna kapni, hogy jó úton haladunk el. Az elmúlt immáron harmadik esztendőben, amióta egyházi fenntartású lett újra az intézmény, az volt a nagy álmunk, hogy eljutni oda, ami egyébként mindig is jellemző volt a gimnáziumra, akkor még Gábor Áron gimnázium, hogy egy szellemi műhely, egy olyan központ, ahová a környékről bárki, nem csak a tehetséges karcagi diákok vágyódik, és egy olyan helyzet van ez a 21. század sajátossága, hogy ami ezelőtt egy 50 évvel elképzelhetetlen lett volna, hogy ennyi gimnáziumi képzést biztosító iskola legyen, nagyon közel egymáshoz, miközben demográfiai mélypont van. Ez volt számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy ebből a körből, a grémiumból valahogy kiemelkedni. És ennek egy jele az, hogy a Debreceni Egyetem, ahogyan hallották és hallhatták is, hogy valóban az ország és a világ egyik legjobb egyeteme, és az országban a legnagyobb képzési palettával bír, bennünket választott. Ez egy jó visszajelzés, ez csak egy üzenet lehet a most még általános iskolába járóknak, hogy érdemes hozzánk jönni, illetve azoknak, akik pedig a gimnáziumban tanulnak, azoknak pedig egy üzenet, hogy olyan helyre érdemes menniük, és ha lehet választani, akkor a Debrecen Egyetemet válasszák, ahol úgy tekintenek ránk, mint stratégiai partnerre, ahol jelen vannak, ahol meg lehet őket ismerni, és ahonnan úgy jönnek ide a leendő tanárok, hogy talán éppen a következő tanárkollégát tanítják, mondjuk 8-tól 2 óráig. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, ezért is ragaszkodtunk hozzá, hogy a város vezetése is, a vezetője egy személyben jöjjön el, mert ez nem mindenhol adatik meg. Ezt tessék úgy végig gondolni, hogy egy ilyen kialakított munkakapcsolat, ez elismerése a városnak és elismerése az iskolának. Erre büszkék lehetünk, de ezzel a büszkeséggel egyúttal a hálaadás is jár. Hálaadás a Jóistennek, hogy mindez ideig megtartott bennünket, és természetesen az a fajta felelősségtudat, hogy ezt meg kell továbbra is szolgálni, mert nem elég csak megszerezni, hanem meg is kell tudni tartani. Ezt a pozíciót én azt gondolom, hogy minden adott. Adott a tanári gárdánk, adott a diákok csapata, adott a munkatársi közösség, és ahogyan halljuk, adott az egyetem részéről is az intuíció, a szándék, a affinitás arra, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat legyen. Hangsúlyozta Koncz Tibor, aki szerint ehhez adott a tanári gárda, a diákok csapata, a munkatársi közösség és az egyetem részéről a szándék, az affinitás arra, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat legyen.
Év végéig még kitölthető az online zöld kérdőív. December végéig még van lehetőség részt venni hazánk klíma- és természetvédelmi témájú online felmérésében. A kitöltés határideje ugyanis egy hónappal meghosszabbodik, jelentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, valamint Steiner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságfejlesztésért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. Az ITM szerdai közleménye szerint Steiner Attila kijelentette, fontos, hogy a párbeszéd minél több részvevővel valósuljon meg, hiszen a klímaváltozás és a természetvédelem kiemelt ügyünk, amit a jelenleg is zajló Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expó és világtalálkozó, Közép-Európa legnagyobb nemzetközi fenntarthatósági konferenciája és kiállítása is megerősít. A magyar emberek egészen az év végéig bezárólagozhatják meg gondolataikat az országot érintő környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan, mondta az államtitkár. A kormány 14. alkalommal fordul az emberekhez, és kéri ki a véleményüket a mindennapjaikat, ezúttal a hazai környezetpolitikát meghatározó kérdésekben. Most közösen dönthetünk arról, hogyan számoljuk fel az illegális hulladéklerakókat, hogyan szorítsuk vissza a műanyag palackok használatát, hogyan népszerűsítsük a megújuló energiát, és milyen szerepet szánjunk a zöld energiának a hazai közlekedésben, hangsúlyozta az államtitkár. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!